A madarak előtt már éltek tollas lények a Földön, két lábon jártak, de repülni nem tudtak. A dinoszauruszok kihaltak, de a tollas dinók utódai itt élnek közöttünk. Ők a madarak. Herman Otto legsikeresebb könyve a Madarak hasznáról és káráról című kiadvány volt. Gyerekkorától madármegfigyelő volt, később kutató. Ő kezdeményezte a madárgyűrűzést és javasolta a madárodók kihelyezését, illetőleg a Madarak és Fák napjának megünneplését. A következő kísérleteket otthon is el lehet végezni. Felfedezők utánam! Kedves dinoszauruszok! A madárakkortól kezdjük a vizsgálódást a ruházatuknál. Nézzük meg közelebbről a tollat. Ti mit tudnátok kezdeni vele? Hát a dunyámban van. Díszítőeszköz? Igen. Lehet vele írni. Szerintem nem arra van, hogy mi használjuk, hanem arra, hogy a madarak ne fázzanak. Anna igazad volt, a madarak tollának egy része az a hőszigetelést szolgálja. Vannak aztán olyan tollaik, a fedőtollak, amik színesek lehetnek, vagy pedig akár hófehérek, mint a kócsag esetében. Ezek az állatnak a színezetét adják, és egyrészt elrejti a madarat az ellenségeiről a fedőtollazat, másrészt a hímek és a nőstények egymásra találását segíti. Aztán vannak evezőtollaik, mint a lúdtollnak is használt ugye, toll, amelyek a repülést segítik, és a farktollaik, amik a kormányzást. Ez a fácánnak a farktolla. Ez a picike pedig, ez egy harkálynak a tehelytolla. Felmerülhet a kérdés, hogy a harkály az ellensége vagy doktora a fának. Látjátok, ebbe a fába rengeteg rovarláról költözött. Éppen ideje volt, hogy egy harkály rátalált és gyógyítja a fát. Mutatok nektek két olyan fát, amit harkály vésett ki. Ez az egyik, ez egy akácfatörzs, és ebbe két olyan lukat vésett a harkály, aminek a széle elkezdett beforradni, tehát ez élő fa volt. A másik, az pedig ez a fadarab, amiben élet és halál drámája látszik, ha úgy tetszik. Lehet látni kívül is rajta a harkályvésést, itt is. És elfűrészeltem azért, hogy jobban lássuk, hogy mi történt itt annak idején. Jól lehet látni, hogy a harkály itt bevésett, ahol egy bogárnak a járata volt, egy bogárlárvának a járata volt, de elég rossz helyen vésett be, mert itt az ürülék jelzi, hogy ez a bogár már tovább haladt. De azért a harkály megtalálta azt a helyet, ahol be kell másodszor vésnie, és ott már elcsípte a lárvát, hiszen a járat nem megy tovább. Ezek után nyugodtan elmondhatjuk, hogy a harkály a fának az inkább doktora, mint ellensége. Felmerül ezek után az a kérdés, hogy a harkály hogy találja meg azt a helyet a fában, ahol vésni kell, ha néha el is téveszti. Anna, megrángatnád egy kicsit ezt a kopogtatót? Halljátok, hogy milyen tompán szól? És most kiveszem a dugót, és mindjárt más lett a hangja. Tehát a harkálynak nehéz dolga van, hogy kihallja, és mégis sikerül. Végezzünk el egy kísérletet, hogy megértsük, hogy miért. Mindenki legyen szíves, kopogjon egy kicsit az asztalon, vagy egy könyvön, vagy bármin a körmével, és ezt halljuk, hogy ez nem egy nagyon-nagyon hangos hang, és most utána a fogán kocogtassa mindenki, és szinte az agyunk is beleregben, nem? Ahogy valaki egész jól csinálja. Hát ezért van az, hogy ahogy a fogunk és a koponyánk vezeti a hangot, a harkálynak a csőre és a koponyája sokkal jobban vezeti a hangot, ezért sokkal kisebb különbségeket is megtalál. Amikor a fogunkat kocogtatjuk, akkor a fogak közvetlenül a koponyacsontnak adják át a rezgést és az a belső fülnek. És ugyanezt történik a harkály esetében, hiszen annak a csőre csontos, és ugyanúgy a koponyával van kapcsolatban. Persze a harkály az erős véső csőrével kemény fát, puha fát is ki tud vésni. A cinkenek sokkal nehezebb helyzete van, de azért a cinke sem teljesen elveszett madár. Van itt nálam egy pár nátszál. Ez egy olyan nátszál, amiben tavaly itt a föltört részen rengeteg gubacs szúnyog lárva élt, és télen a cinkék, az éhező cinkék szépen feltörögetik a nátszálakat. Ez egy nádnak a hajtáscsúcsa, ezt egy légy csinálja, egy darab légylárva van benne, és ez is egy olyan gubacs volt, de ennek a csúcsát szintén kivéste a cinke.
És ahogy a madarak csőre is más és más, nekünk is más és más szerszámaink vannak. Itt van például ez a kúpos fogó, ami talán megfelel a harkály csőrének. Itt van ez a nagyon hegyes, finom csipesz, ami talán a cinege csőrének felel meg. Ez lehetne megint a harkálynak a vésésre szolgáló csőre. Ez a harapófogó, ez más alakú, de ugyanolyan erős, mint a papagájnak a csőre, amivel minden magot ki tud törni. Még egy pillanatra térünk vissza a harkályhoz. Ilyenkor tavasszal a harkályok nem csak azért vésik a fát, hogy egyenek, hanem azért is kopogtatnak, hogy üzenjenek a másik harkálynak, hogy ez itt az én vadász területem, ide ne gyere. Rengeteg madár csinálja ezt, hogy valamilyen hanggal jelöli a saját költőterületét. A harkály kopogással, az énekes madarak azok énekkel. Végül hallgassunk bele egy kicsit a madárdalba. Ugye milyen gyönyörű? Ez olyan, mintha minket akarná elgyönyörködtetni, pedig itt nagyon kemény csata folyik. Fekete rigó hímek fütyülnek, és amelyiknek hangosabb a hangja, annak a vadász területén vagyunk. Valahogy ez a dinoszaurusz vér, ez így tör ki belőlük ilyen szépséges módon. Dinoszauruszok és utódaik a madarak már réges-régen itt voltak a Földön, amikor az ember megjelent. Azt gondolom, hogy méltányos, hogy odafigyeljünk rájuk és védjük őket. Thank you.